Hollywood továbbra is úgy gondolja, hogy egyes sikeres filmet megéri újabb és újabb remake és reboot, vagy előzményfilm próbálkozásokkal bombázni. Van értelme, hiszen az emberek a nagy blockbuster nevek hallatán bemennek a moziba és megveszik a jegyet. A Leatherface című horror nem más, mint az eredeti Texas-i előzményfilmje, ami arra hivatott, hogy bemutassa, hogyan lett egy mentálisan instabil srácból a retteget láncfűrészes bőrpofa. Azok számára, akik nem tudnák, a texasi láncszűrészes filmek a készítők elmondása szerint valós eseményeken alapulnak, bőrpofa alapjául pedig az 1906-ban Wisconsin államban született Ed Gain szolgált, aki valójában legalábbis a rendőri jelentések szerint soha nem használt láncfűrészt. Beszámolók szerint a történet alapjául szolgáló Ed Gain szorongó, magának való kisgyerek volt, tel furcsa szokásokkal, amelyek közül talán a legfurább az lehetett, amikor a kisgyerek hangosan ok nélkül felnevetett, mintha csak egy láthatatlan barátja vicceset mondott volna neki. A furcsa szokások kialakulásában valszeg szerepet játszott Ed masszív alkoholista apja és vallási fanatikus anyja, akik mindenféle barátkozást megtiltottak a fiának, beleértve a szexualitást, és naponta emlékeztették rá fiúkat, hogy egy nő sem fogja őt soha szeretni. Az zavaros gyerekkor és a példás nevelést követően Ed a családi farmon maradt, 39 éves korára pedig mindkét szülője távozott az élők sorából. Megszállottan olvasott a kannibalizmusról és a nácikról. Az ezt követő tíz évben Ed a Farma munkálkodott, de hogy valójában mit is csinált, az a bő tíz évvel később egy bizonyos Bernice Walden boltulajdonos eltűnése kapcsán folytatott nyomozáskor derült ki. A rendőrség a nyomozás folyamán Bernis lefejezett, fáról lógatott holtestén kívül Ed Farmján találtak emberi koponyákból készült szemetest, emberi bőrrel borított széket, valamint nadrágot, maszkot és egy ruhát, amit egy fiatal nő bőréből készítettek. Annak ellenére, hogy az orvosi szakértők mentálisan beszámított hónak ítélték, a bíróság többször is felmentette őt, ezért az ezt követő 30 évet nem börtönben, hanem különböző állami kórházak idegosztályán töltötte az 1984-ben bekövetkezett haláláig. Bár a farmon talált mindenféle groteszk csontvázból és bőrből készített tárgy egy része sírokból származott, edet végül is a bíróság elítélte gyilkosságért, mivel feltehetően több nőt is meggyilkolt 10 éves munkássága alatt. Ezek alapján talán mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a filmek és a valóság között egészen kicsi az átvenés. Miután ezt tisztáztuk, térjünk vissza a 2017-es Bőrpofa című horrorhoz. Nos, a film nem jó. A történet bőpofa családjával kezdődik, akiknél, hogy úgy mondjam, nem volt szokatlan a beltenyészet, és anyuka előszeretettel párosodott a fiacskáival, ezáltal egy egész sor kis bűnöző el lett a világra. Ezek aztán problémás kisgyerekként felkeltették a hatóságok figyelmét is, még nem az állam elvette a retardált anyukától Jedet, aki a későbbi bőrpofa lesz. Ezt követően egy fiatalkorú problémás gyerekeket raktározó létesítményt követünk nyomon, ahol a főorvos vagy ki a fene előszeretette kínozza a fiatalkorú bűnözőket. Persze néhány komolyabb komplikáció után a létesítmény penetrálódik, négy diliskölyök megszökik, és magukkal visznek túszként egy fiatal nővért is. Piros pontot érdemel a film, mivel nem tudjuk, hogy a négy szökevény közül ki lesz valójában bőrpofa, mivel a nevüket megváltoztatta az állami létesítmény a saját védelmük érdekében. Ez a vonalat egyfajta érdekességet a filmhez, mivel a négy szökevényből három fiú és mindegyikük meglehetősen problémás, ezért mindannyian elképzelhetőek későbbi bőrpofaként. A gondot kezdődik, hogy a szökevények történetét mindenféle lófasz konfliktussal bombázzák szét, még nem a csoport és az utánuk folytatott hajsza érdektelenségbe fullad, és a végére már nem is igazán érdekli a nézőt, hogy ki lesz a későbbi láncfőhészes gyilkos. Többek között csalódásra ad hogy bár az egyik legkultikusabb horror karakter eredet filmjéről van szó, az őt alakító karakter teljesen érdektelen és igazából jellemtelen is. Amikor a végén lezárnak minden csattanót, csak széteszed a kezed, és nem érted, hogy ebből a katyvaszból hogyan lesz a később képen látható mindenkit felkockázó láncfűrészes gyilkos, akitől az egész állam retteg. Maga a film nem lenne rossz, ha nem egy ilyen franchise-ról lenne szó. Egy különálló filmként azt mondaná az ember, hogy szar, -szar de azért nézhető, így viszont egy korabeli, rendkívül sikeres horrorfilm megcsúfolásának tűnik, ami egyértelműen jelzi, hogy a készítők itt nem akartak semmit, csak még egy bört lehúzni bőrpofáról. Egyszer persze meg lehet nézni, de aki igazán jó szórakozásra vágyna, az inkább maradjon távol. Ez lett volna a mi bőrpofa kritikánk. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, ha szeretnél még többért látni, akkor iratkozz fel a csatornánkra, és kövess minket Facebookon is hasonló tartalmakért. Hamarosan újra jövünk, sziasztok!